Csak néhány kattintás, és már ellenőrizhető is az adóbevallásunk tervezete. Az idei a 6. év, amikor a NAV automatikusan elkészíti az adóbevallásunkat, amit akár telefonról is jóvá hagyhatunk. Aki május 20-áig, vagyis péntek éjfélig nem hagyja jóvá ezt a tervezetet, annak automatikusan a számára elkészített tervezet lesz az adóbevallása. Ez óriási könnyebbség, hiszen nekünk rendelkezésre állnak a munkáltatótól bejövő adatok, ezért a NAV-nak pár kattintás összeállítani és kiajánlani a bevallási tervezetet az adózóknak, de ugye vannak olyan jövedelemtípusok, amivel kapcsolatban nem érkezik be a NAV-hoz adatszolgáltatás. Például, ha valaki a lakását bérbe adja, ugye erről sem feltétlenül fut be rögtön információ a NAV-hoz, vagy ha őstermelői tevékenységet végez, ugye ezekben az esetekben sem rendelkezik kellő információval a NAV ahhoz, hogy neki kiajánlja az adóbevallási tervezetüket. És esetükben arról van szó, hogy az adott adózó típusuknak saját maguknak kell elkészíteni az adóbevallásukat. Simon Fodor Henriett hangsúlyozta, mindenkire egyaránt vonatkozik a május 20-ai határidő, eddig lehet jóváhagyni, illetve kiegészíteni az adóhivatal által elkészített bevallástervezetet. A NAV meghosszabbított fogadási idővel várja az utolsó napokban az ügyfeleket. Ugye a NAV-nak a megyei központi ügyfélszolgálata itt található mögöttem Nyíregyházán. A bevallási határidő utolsó hetében hosszított nyitvatartással próbáljuk támogatni ugye azokat az adózókat, akik segítségre szorulnak, így 8:30-tól egészen 6 óráig tudják itt az ügyintézőinket felkeresni az bevallással kapcsolatos kérdéseikkel. Illetve van egy infóvonala is a NAV-nak, a 1819-es telefonszámon keresztül lehet elérni. Ezen a vonalon általános információkat lehet kapni a bevallással kapcsolatban, és ez az infóvonal is most hosszított elérhetőséget biztosít. 19-éig, május 19-éig egészen 6 óráig hívható ez a telefonszám, és 20-án, hogy megtámogassuk még az utolsó napot, 8 óráig lehet felkeresni a telefon végén lévő kollégáinkat. Az SZJA 1%-ának felajánlását ugyancsak május 20-áig lehet megtenni. Ezzel a lehetőséggel azok is élhetnek, akik idén egyszer már részesültek adóvisszatérítésben. Akik még nem döntötték el, hogy kinek ajánlanák fel adójuk 1+1%-át, a NAV honlapjáról letölthető listából is választhatnak. Az 1+1% azt jelenti, hogy 1%-ot egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-ot pedig egy vallási közösségnek, vagy pedig a Nemzeti Tehetségprogram számára ajánlhatnak fel.